A karácsonyvárás jegyében telt a péntek délelőtt a Móra Ferenc általános iskolában. Több mint 10 éves múltra tekint vissza az adventi vásár, amelynek nem titkolt célja, hogy még mozgalmasabbá, családiasabbá tegyék az ünnepkört. Először az alsó, később pedig a felső tagozat számára is meghirdették az eseményt, amelybe a gyerekek mellett a pedagógusokat, sőt a szülőket is bevonták. Közösségépítés a legfőbb célja ennek az egésznek, mert azt gondolom, hogy egy iskola akkor ér a legtöbbet, ha azok a gyerekek, akik itt vannak az iskolába, azok a szülők, akik ide járatják a gyerekeiket, azok a pedagógusok, akik itt dolgoznak, azok érzik a hovatartozás felelősségét, és jó érzéssel és jó kedvel jönnek iskolába. Novemberben kezdődött meg a közös munka, és számtalan apró ajándék került ki a dolgos kezek közül. Én azért tartottam elsősorban fontosnak, mert 50 éves idén az iskola. Én is ide jártam, mint régi mórás, illetve mindkét gyermekem, két lányom is ide jár az iskolába. És hát látják, hogy hatalmas a nyüzsgés, nagyon sok gyerek örömmel készült erre a napra, ahogy mi szülők is a barkás délutánon, illetve a házi készítésű finomságokkal, amit itt lehet nálunk megvásárolni. Éppen erre lettem volna kíváncsi, mivel készültek és hogyan zajlott ez a készülődés, hiszen komoly mennyiséget hoztak magukkal. A szülők otthon készültek, sütöttek házilag, és ők hozták be, illetve a gyerekekkel küldték be az iskolába. Itt csomagoltuk be a barkás délutánon az iskolába, illetve itt készültek a házi készítésű díszek is. Már pár száz forint elég volt a vásárláshoz, így a zseppénzből sem fogyott sok, ráadásul a bevételt a diákokra fordítja az iskola. Bevételhez jut az alsó tagozat, illetve a felső tagozatosoknál ez osztályszinten működik. Bevételhez jutnak az osztályok, és ezt felhasználjuk például olyan eszközök vásárlására, amelyek a szabadidő hasznos eltöltését teszik könnyebbé, társas játékokra gondolok. Vagy a szabadidő eltöltésének egyéb formáira használjuk fel, színházlátogatásokra, koncertlátogatására, vagy ide hívunk meg művészeket, akik fellépnek és a gyerekeknek példaként szolgálnak, illetve hát még ünnepélyebbessebbé teszik ezeket az ünnepköröket, úgyhogy innen is szeretném megköszönni a Mórás szülők közösségének azt az áldozatos munkáját, amit számunkra ez ügybe is nyújtott. December 12-én Juhász Marcell bűvész, az iskola volt tanulója látogat el a Mórába, 16-án pedig óvodásoknak rendeznek focikupát.